Michael kapcsolatának történetét bemutató színdarab Kalmár Zsuzsa kezdeményezésére indult el mintegy 4 évvel ezelőtt. A művésznő karrierjében nagy sikert jelent az egymással. Nagyon lelkesítő az, hogy az emberek még mindig kíváncsiak rá. Mikor elkezdtük csinálni a Solti stúdióban, akkor 50 férőhelyes volt a nézőtér. Aztán elkezdtük vele járni az országot, külföldön, belföldön, és így hozzászoktunk, egyszer csak nagy színpadokon játszottuk, és még úgy is emészthető volt a nézőknek. Ide bekerültünk a Jádránra, és akkor itt meg 100 emberenként nézik meg, és még mindig eladható. A Michael szerepét megtestesítő Rabowski Csaba szerint egy ilyen történet lehet közhelyekkel teli és elcsépelt is. Azonban az egymással mögött nagy színészi munka is nem utolsó sorban élettapasztalat áll. A Kalmár Zsuzsa és én azt gondolom, hogy megjártuk a poklot, mert a Michael Ruskin, akit játsszuk, és az Amy Ruskinnak, meg kell járni a poklot ahhoz, hogy ne fátyolos legyen az előadás, és azt gondolom, hogy ezt a nézők is érzik, és nem hiába érte meg az 50. előadást az egymással. A darab 2 szereplőinek alakja az évek során változott, erősödött, ahogyan a 2 színész is egyre jobban átélte Amy és Michael kapcsolatát. A se veled, se nélküled történet 50. alkalommal is azt bizonyította, a néha lehetetlennek tűnő események igenis jellemzőek mindannyiunk életére.